Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a HOC.hu YouTube csatornáját nézitek, remélhetőleg újra. A mai nap egy telefont kell nektek bemutatnom, mégpedig a Redmi új telefonját, a Redmi Note 11 Pro 5G-t. Tartsatok velem! A Redmi alig 5 hónapot várt arra, hogy a Note 10 Pro után kiadja az utódot, a Note 11 Pro-t, illetve ennek 5G-s verzióját, a Note 11 Pro 5G-t. Azt gondolhatnánk, hogy a két telefon között túl sok eltérés nem lesz, hiszen 5 hónap nem nagy idő, és az 5 hónap alatt olyan túl sok fejlesztés nem történt a telefonok terén, ám mégis ez az 5G-s telefon nagyon sok mindenben különbözik az előttől a Note 10 Pro-tól, és ebben a tesztben, ebben a videóban ezeket a különbségeket próbálom most majd nektek bemutatni. Ahogy minden hasonló tesztet, minden telefontesztet, most is a kicsomagolással fogom kezdeni a bemutatót. A doboz a megszokott Redmi design, belül sem találunk igazából túl sok érdekeset, hiszen csak a telefont, egy hátlapot, egy töltőt, egy töltőkábelt, egy SIM-tűt, illetve a leírásokat fogjuk megtalálni. Ami hiányosság, hogy a telefonhoz nem jár képernyővédő fólia, sem a telefonra ragasztva, sem mellé csomagolva. A tartozékokkal kapcsolatban igazából túl sok érdekesség nincs, a hátlap a megszokott nagyon jó minőségű víztiszta anyagból készült, megfelelően puha. A másik érdekesség a töltőfej, ami 65 wattos, ez már ugye mutatja azt, hogy a telefon gyors töltésre is képes, 65 watttal. Lépjünk is tovább, nézzük meg, hogy hogy néz ki a telefon. A Redmi Note 11 Pro 5G egy nagyon szép telefon lett, a formavilágot tekintve egy kicsit már hajaz az Apple telefonjaira, hiszen szögletes kivitelű lett az oldallap, és a hátlap is teljesen egyenes, nincsen benne semmilyen hajlítás, semmilyen törés, tehát nincsenek ezek a kettő és fél D-snek mondott üvegmegoldások. Ugyanez igaz az előlapra is, ez is teljesen egyenes, nagyon mutatós, nagyon szép, és érzésre, fogásra igazán felső kategóriát mutat. Az egyetlen talán, ami azt mutatja, hogy mégsem egy felső kategóriás telefon, hogy maga a keret, illetve a keretnek a borítása műanyagból készült. Viszont a telefonon hátul is és elől is üveget találunk, elől Gorilla Glass 5-öt természetesen. A kezelő szervek a szokásosak, fölül találunk rajta infrát, találunk rajta egy hangszóró csatlakozót, itt találunk rajta egy mikrofont, találunk rajta egy jack csatlakozót, alul megtaláljuk a SIM-tálcát, találunk egy Type-C csatlakozót, találunk egy második mikrofont, egy második hangszóró rácsot, és ennyi. Kezelő szervek a megszokott helyen, a jobb oldalon szemből nézve, itt megtaláljuk az új lenyomat olvasóval egybekötött bekapcsoló gombot, illetve a hangerőszabályzó gombjait, a túloldalon pedig nincsen semmi. Ami még valamelyest különlegesség ennél a telefonnál, az a kamera sziget, ami nagyon szépre sikerült, bár számomra már nem volt teljesen újdonság, hiszen a Poco M4 Pro-n lényegében ugyanezt a formát kaptuk, a különbség annyi, hogy a kamerák, illetve a villanó elhelyezése más. Mielőtt a kamerákra rátérnénk, egy kicsit a hardware-ről is beszélni kell. A telefon egy 8 magos Snapdragon lapkát kapott, mégpedig a 695 5G-t. A 695 5G a 690-nek a ráncfelvart változata, egyel jobb a processzor mag benne, itt már a Kiro 660 Gold, illetve Silver magokat találjunk, a Goldból 2-t, a Silverből pedig 6-ot. A gyorsabb fürdben lévő magok órajele 2,2 GHz, míg a lassabb fürdben lévőké 1,7 GHz. A grafikus gyorsító az Adreno 619-es, ez tehát egy teljesen új lapka, és a gyártó szerint nagyjából 15-20%-kal nőtt a sebesség a 690-es szériához képest. Ez természetesen köszönhető az új processzor magoknak, illetve a fejlettebb GPU-nak is, illetve annak is, hogy ez a központi lapka már alacsonyabb csíkszélességen készül, mint a 690 készült. Memóriából, háttértárból a szokásos megoldást kapjuk, tehát lesz 6x64-es, 6x128-as, illetve lesz majd egy 8x128-as verzió is, bár hogyha engem kérdeztek, nagy valószínűséggel ez az utóbbi nem fog az európai piacra kerülni. Telefon kijelzője is igazán jó lett, hiszen ebbe a telefonban már egy AMOLED kijelzőt pakolt a gyártó, igaz, ugyanígy AMOLED kijelző volt a Redmi 10 Pro-ban is. Ahhoz hasonlóan ennek a kijelzőnek is 120 Hz-es a képfrissítése, ami viszont nagyon jó lett ennél a kijelzőnél, hogy a tipikus fényerő 700 nit, a csúcs fényerő pedig 1200 nit, és ez bizony meglátszik a használat közben is. A hardware többi része mondhatni a szokásos, hiszen kapunk
kapunk AC Wi-Fi-t, 5.1-es Bluetooth-t, kapunk GLONASS, BDS, Galileo, illetve GPS támogatást a navigációhoz, van NFC-nk, és ahogy a külsőnél említettem, van infra is. Ami még lényeges, és amiről még szólnunk kell, az az akkumulátor, ami egy 5000 mAh-s egység, és ugye, ahogy mondtam, 65 wattos gyors töltést kapunk hozzá. A 65 wattos gyors töltéssel pedig a gyártó adatai szerint nagyjából 3-4 óra alatt tudjuk 0-100%-ra feltölteni a telefont. Itt a hardware-nél érdemes megemlíteni a telefon erejét, tehát azt, hogy mennyire jó a teljesítmény ennek a készüléknek. A részletes teszteket az írott cikkben meg fogjátok találni, most nem fogom az összes pontszámot felsorolni, de a lényeg a következő. A 695 5G egy nagyon jó, nagyon erős középkategóriás lapkakészlet, ami lényegében minden program futtatására elegendő, még a kedvelt és új játékok is egész normális felbontásban és jó minőségben tudnak elfutni rajta. Mivel úgyis mindenki az AnTuTu pontszámra kíváncsi, ezt az egy adatot elmondom nektek, az AnTuTu-ban ez a telefon nálam 389.250 pontot ért el, ami azt gondolom, hogy egy igen jó teljesítmény. Aki a további tesztekre is kíváncsi, az az írott cikkben meg fogja találni ezeket, az írott cikknek a linkjét pedig szokás szerint a YouTube-on a videó alatt elhelyezem. A hardwarehez kapcsolódnak a kamerák, és erről mindenképpen szerettem volna szólni, hiszen ha valaki mostanában új telefont vesz, akkor van már bizonyos minimális elvárása a kamerákkal szemben. És mivel a Redmi Note 11 Pro 5G nem a legalsó kategória, itt azért már lehetnek tényleg elvárásaink azzal kapcsolatban, hogy milyen videós és milyen fotós képességeket kapunk. Nos, a fotózás szempontjából igazán nagy hiányosság nincs, hiszen a 108 megapixeles Samsung szenzorral szerelt főkamera teljesen jól használható fotózásra. Jók a színek, az jó a színhelyesség, a részletesség, nincsen igazán torzítás sem, tehát azt tudom mondani, hogy nappali felvételre tökéletes. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a 108 megás kamerával fényképezni kimondottan jó. A problémát nem is ez a kamera jelenti, hanem az, hogy a Xiaomi még mindig úgy gondolja, hogy a főkamerára rá lehet bízni mindent, és a segédkamerák azok egy kicsit mostóha gyerekként vannak kezelve. Ebben a telefonban tehát összesen a hátlapon 3 kamerát találunk, tehát a 108 megás főkamerát, mellette egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű kamerát, és egy 2 megapixeles makrót. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 8 megapixel is már nagyon-nagyon kevésnek számít véleményem szerint, tehát ide illene azért már legalább egy 16 megapixelt bepakolni, de hogy a 2 megapixeles makróhoz miért ragaszkodnak, ezt végképp nem értem, hiszen már a feltörekvő gyártóknál is 5 megapixeles makrókamerát találunk. A 8 megás kameránál a képminőséggel egyébként nincsen probléma, sőt, ha mondhatok ilyet, akkor a színek talán még egy picit jobban is tetszenek, mint a főkamera esetén, de nyilván a promódban azon is lehet finomítani. Viszont a 2 megapixeles kamerának túl sok értelmét továbbra sem látom, hiszen azon kívül, hogy fényképezünk valamit nagyon közelről, és ezt földobjuk a Facebookra, fele más értelme nincs, hiszen a 108 megapixeles kamerával közelről fényképezve és a képet kinagyítva jobb eredményt kapunk, mint amit a 2 megapixeles kamera tud. A fotózás terén még egy lényeges dolog van, a selfie kamera, ami az előlapon helyezkedik el. Ez a selfie kamera 16 megapixeles, és meg kell, hogy mondjam, hogy egészen jó képeket lő. A színek talán egy kicsit szürkébbek, mint a főkamera esetén, és a részletesség is nyilván valamivel kisebb, de ettől függetlenül teljesen jól dolgozik ez a kamera. Portré módban a szoftver nagyon jól tudja elválasztani az előteret, a témát a háttértől, viszonylag kis hibák előfordulnak, de ezek nem zavaróak és nem szembeötlőek, tehát erre igazából azt merem mondani, hogy szinte hibátlan. Amivel viszont gondom akadt, az a videózás, és nyugodtan merem állítani, hogy ez a telefon nem lesz a videósok kedvence, hiszen meglehetősen csekély képességekkel bír. Hiába a nagy felbontású a főkamera, hiába viszonylag erős a processzor, ennek ellenére nem találunk benne még 1080p 60 fps sem, simán 1080p 30 fps-sel tudunk csak videózni. 4K-ról, illetve 8K-ról meg aztán végképp ne is álmodj. Ami viszont még igazán probléma, hogy még az 1080p 30 fps-hez sem tudtak rezgéscsillapítást adni, ami azt jelenti, hogy ha normális rezgésmentes videókat akarunk készíteni, azt általában csak egy helyben állva tudjuk megtenni, és csak akkor, hogyha nem remeg a kezünk. A videók minőségével egyébként olyan őrült nagy probléma nem lenne, nyilván 1080p, tehát azért a 4K felvételeket nem kapjuk meg, de a teszt videóból lehet látni, hogy a képminőség viszonylag jó, a részletesség is elfogadható, a színekkel sincsen nagy probléma, úgyhogy egyébként nem lennének rosszak ezek a videók. Ezzel együtt tehát azt tudom mondani, hogy a Redmi Note 11 Pro kamerái nálam éppen csak elmennek, a 108 megapixeles kamera fotózásra teljesen jó, viszont az összes többi kamerát fölöslegesnek érzem, illetve talán még a selfie kamera, amire azt tudom mondani, hogy használható.
A videós képességekről pedig beszéltem, ez eléggé felejtős. Amiről nem szóltam még, az viszont a telefon szoftvere. A Redmi Note 11 Pro 5G az egyik első telefon, ami MIUI 13-mal érkezett. A MIUI-t tudjuk már, hogy ez az Androidnak egy kezelő felülete, ami kibővíti az Android tudását és megkönnyíti a használatát. Számomra a MIUI az Etheron az egyik legjobb, ha nem a legjobb Androidra épülő operációs rendszer. A 13 egy új főverzió, de a megszokotthoz képest ebben most kevesebb újdonságot találunk, hiszen a 12 után a Xiaomi kiadott egy 12.5-ös verziót is, és ezt követte a mostani 13. Ha a kezelőfelület látványosabb részein akarunk változást keresni, akkor talán a sidebar tudom említeni, ami a legfontosabb. Ezt kihúzva találunk egy programok menüt, amit görgethetünk, innen kiválaszthatjuk azt a programot, amit el akarunk indítani, és ez az elinduló program nem a teljes képernyős megjelenítésben fog megjelenni, hanem egy lebegő ablakban a többi ablak fölött, és ezen keresztül tudunk például böngészni, filmet nézni, meg ezer egyéb dolgot tenni. Nagyon jól néz ki, és szerintem nagyon használható is. A gyártó ezen kívül említette még az új widgeteket, említette még az új témákat, illetve az új háttereket, amiket az operációs rendszerhez kapunk, és hogyha a látványos részeket nézzük, akkor igazából más már nincs is. Vannak újdonságok természetesen a motorháztető alatt, és a Xiaomi ezen a téren elég sokat tett, hogy gördülékenyebbé tegye a programok használatát, illetve a telefon sebességét. Kaptunk új memóriaoptimalizálást, és kaptunk töredezettségmentesítést is, ami a Xiaomi szerint azt eredményezi, hogy még évek múltán sem fog lelassulni a telefonunk a háttértár töredezettsége miatt. Ezen kívül kapunk még új optimalizációkat, például új erőforrás menedzsmentet is, és a Xiaomi azt állítja, hogy ezeknek a új képességeknek hála nő az akkumulátoros üzemidő, nő az akkumulátor élettartama, és a telefon sebessége is javul. A MIUI tehát maradt az, ami volt, egy remek Android 11-re épülő operációs rendszer, ez most tehát a MIUI 13. Nagyjából ez, amit a telefonról el tudok mondani, úgyhogy most jöhet is az összegzés, de előtte mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy készítettem egy komplett kicsomagolós videót is, amiben az első bekapcsolás, illetve az első beállítások beüzemelés is látható. Ennek a linkjét megtaláljátok itt valahol fönt, illetve a YouTube-on a videó alatt is el fogom helyezni a linket, tehát hogyha valaki a kicsomagolós videót kompletten meg szeretné nézni, akkor ott megtalálja. És ezen kívül készítettem egy viszonylag rövid, néhány perces bemutató videót is, amit a telefon kamerájával vettem fel. Ezt csak vágtam, tehát semmilyen egyéb effektezés, színezés nincs benne. Láthatjátok, hogy mit látunk telefon kameráján keresztül, és hogy nagyjából mit lehet kihozni ebből a telefonból videózás terén. Ennek a linkjét is elhelyezem majd valahol itt fönt, és a megszokott helyen, a YouTube-on, a videó alatt. Tehát akkor összegezzünk. Szerencsémre ezt a telefont jó néhány héttel a bemutató előtt megkaphattam, és így aztán elsődleges telefonként használom most már hetek óta. Az első benyomás mindenképpen az volt ezzel a készülékkel kapcsolatban, hogy nagyon jó kézben fogni. Érdekes módon az előtthöz képest nem csökkent a tömege, nem csökkent a mérete, mégis a kialakítás miatt sokkal vékonyabbnak, filigránabbnak érződik, mint a Note 10 Pro. A felhasználói élményhez természetesen kell a jó kijelző is, hiszen ezt bámuljuk egész nap. És ennél a telefonnál szerencsére ezzel nincsen probléma, hiszen a csúcs fényerő, az 1200 nit tényleg szembeszökő változást eredményezett az előtthöz képest. Ennek a telefonnak a kijelzője már napfényben is teljesen jól használható, nagyon jók a színei is, és ezekhez a jó színekhez természetesen csak hozzátesz, ezeken még javít a HDR 10 Plus. A központi lapka ereje véleményem szerint lényegében mindenre jó, és az emberek minimum 95%-ának megfelelő lesz az a teljesítmény, produkálni képes. Az egyéb dolgokkal, mint a navigáció, a Bluetooth, a Wi-Fi, az NFC, az infra, és ezekkel túl sokat nem is szeretnék foglalkozni, a Xiaominál ezek évek óta szinte hibátlanok. Az 5000 mAh-s akkumulátor nálam nagyon-nagyon durva használat mellett is másfél napot képes volt kibírni, normál használat mellett a 2-2 és fél nap abszolút elérhető, és hogyha hozzáveszünk azt, hogy a teljesen nullára merült telefont akár 3-4 óra alatt csutkára tudjuk tölteni, akkor azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Ezzel a telefonnal nagyon nem lesz problémánk az energiagazdálkodással. Ahogy az eddigiekből kiderült, az egyetlen hiányosságot a kamerák terén érzem, úgy gondolom, hogy jó lenne egy kicsit tovább lépni, és a 108 megás egyébként jól működő főkamera mellé betenni egy nagyjából 16 megapixeles ultraszélest, egy 5 megapixeles makrót, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem csak 1080p-ben, hanem 4K-ban is tudnánk már videózni egy ilyen hardware-rel felszerelt telefonba, és az a minimumnak érezném, hogy mondjuk egy 1080p-be
berakjanak egy rezgés csillapítást, ami hatékonyan csillapítja a kezünk mozgásából adódó rezgést. Azt gondolom, hogy mindent elmondtam erről a telefonról. Én a magam részéről ajánlani tudom, hiszen egy nagyon-nagyon jó telefon megfelelő teljesítménnyel, csodás külsővel, használható kamerával, jó akkumulátorral, 65 wattos gyors töltéssel és remek AMOLED kijelzővel. Tehát ez a telefon érzésem szerint megfelelő partnerünk lesz a mindennapi életben azokhoz a feladatokhoz, amire általában egy mobiltelefont használni szoktunk. Remélem ez a videó is tetszett nektek, ha igen, akkor most nyomjatok majd egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg az ismerőseitekkel, és nyomjatok meg a harangot is, hogy ne maradjatok le a további videóimról. A vásárláshoz a linket meg fogjátok találni a videó alatt, hogyha van kuponkód, akkor nyilvánvalóan azt is be fogom tenni ide a videó alá. Ez a bemutató tehát most ennyi lett volna, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, én pedig nem sokára jelentkezni fogok egy következő teszttel. Sziasztok!